Ma délelőtt is szükség volt erre a koraszülöttek mentésére szolgáló mentőautóra, amely a Józsa András kórházból egy inkubátorral Kisvárdára indult egy súlyos állapotú csecsemőért. A mentőautót a Beteg Gyermekekért Alapítvány vásárolta. Az alapítvány az adózók 1%-os felajánlásából több 100 millió forint értékű műszerekkel segíti az újszülöttek, a koraszülöttek gyógyulását ezen az osztályon. Ultrahangos készülékekkel, lélegeztetőgépekkel, inkubátorokkal felszerelt a részleg. A Beteg Gyerekekért Alapítvány az elmúlt 30 évben körülbelül 250 millió forint értékű műszert vásárolt a megyei kórháznak. Ezeknek nagy részét itt használjuk a gyermekosztályon, többségét a koraszülött intenzívben, de az általános intenzívben és speciális szakambulanciákon is használunk ilyen műszereket. Emellett a Beteg Gyermekekért Alapítvány gyerekek külföldi gyógykezelésében is segítséget nyújtott már. Az ápolási osztályok felszereltségére, illetve ápolási eszközökre szeretne költeni a szabad felhasználású 1%-os keretből a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak alapítványa is. Ennek az alapítványnak a célja a megyei kórházakhoz tartozó valamennyi intézmény támogatása. Az a célja, hogy a kórházakban zajló egészségügyi ellátás színvonalát fokozzuk, hogy a betegek minél szebb körülmények között minél jobb szakmaiságot biztosító osztályokon kapják meg a szükséges kezeléseiket. A rászorulóknak többek között élelmiszert, ruhát, télen takarókat vásárolt eddig az 1%-okból a Nyíregyházi Periféria Egyesület. A szervezet amellett, hogy a hajléktalan ellátásban részt vesz, patronálja a hátrányos helyzetű családokban élőket is. A rászorulók társadalmi integrációjára szakmai programokat indít. Igyekszünk olyan Európai Uniós pályázatokba is részt venni, ami a célcsoportok életét segít, illetve segít az ő problémáiknak a kezelésében, és most is tervezünk egy úgynevezett elsőként lakhatás pályázatba belépni, ami a hajléktalanok számára jelent esélyt. Tavaly 223 millió forint felajánlás folyt be a civil szervezetekhez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A kedvezményezettek skálája széles. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 220 ezer személyvedelmadó bevallást várunk, és azt kell mondjam, hogy a tavaly évben több mint a fele a bevallóknak felajánlotta az 1+1%-os összeget, vagy civil szervezeteknek, vagy egyházaknak, hiszen 109 ezer felajánlás érkezett civil szervezetek részére, és több mint 80 ezer egyházak részére. Fontos, hogy sem a támogatott szervezeteknek, sem pedig az adózóknak ne legyen köztartozása, ellenkező esetben az 1% az állami büdzsében marad. Idén azoknak a magánszemélyeknek, akiknek a NAV készíti el bevallás tervezetét, az 1%-ról szóló nyilatkozatukat elektronikusan, de akár papíralapon az ügyfélszolgálatokon is be lehet adni. A kedvezményezettek pontos technikai, illetve adószámát fel kell tüntetni a nyomtatványon.